Lovashuszárok vezényletében indult meg a fáklyás menet a Dunakömlődi halászcsárdától a domb tetején álló Lussonium emlékműhöz október utolsó vasárnapján, a Székely Autonómia napján. Az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Közhasznú Egyesülete által szervezett kulturális és történelmi program része annak a rendezvénysorozatnak, ami szerte a Kárpát-medencében zajlott ezen a napon. Őrtüzek gyúltak mindenhol, hirdetve a Székelyföldön élő magyarság jogos autonómia igényét. A Dunakömlődi emlékműnél is meggyújtották a lármafát, amivel Tolna megye is kifejezte támogatását a Székely autonómia mellett. Székelyföld felé irányul a figyelem, ugyanis Székelyföld az autonómiáért kiállt. Az eseményen a Brassóban született Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés Székely alelnöke is beszédet mondott. Elmondta, a székelyek kedélyes, dolgos, sajátos humorral rendelkező, szívós, vendégszerető emberek, akik ragaszkodnak szomszédaikhoz, barátaikhoz, és akik kiállták a nehéz idők próbáit. A székelyek évszázadokig védték határaikat, ezáltal Magyarországot, Európát is az idegenektől. Orbán Attila úgy fogalmazott, a székelyek ragaszkodnak szabadságukhoz, és mások szabadságát is tiszteletben tartják. Kiemelte, Tolna megye is támogatja az erdélyi magyarok autonómiára való törekvését. Ilyenkor, amikor a székely, azaz a magyar népen belül egy népcsoport egy bizonyos ügyért kiáll, akkor mi mindannyian kiállunk megyeszerte. Így most a székelyekért állunk ki, és a székely autonómiáért. Azért is, mert értjük ezt, mert székely származásúak vagyunk, de azok is, akik nem azok, azok is értik, mert itt együtt élünk, és ez az együttélés sok mindenre megtanított minket az elmúlt évek során. A korábbi május 7-i leadási határidőig több mint 1 millióan támogatták a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését. Most az a céljuk, hogy a kitolt határidőig, november 7-éig 2 millió támogatói aláírás gyűjtsenek össze. A kezdeményezés célja az, hogy Európa őshonos nemzeti közösségei, köztük a határon túli magyarok, megőrizhessék nemzeti identitásukat szülőföldjükön, és ehhez az Európai Uniótól is forrásokat kaphassanak. A számláló szerint továbbra is Magyarországon, Romániában és Szlovákiában sikerül teljesíteni a szükséges támogatói aláírások számát. Legalább 7 országban kell összegyűjteni a szükséges aláírásokat.